Hello, sziasztok! Ez itt Kerberus. Történt egy érdekes és váratlan fordulat, hát a csavar, ha lehet ezt mondani, itt van a Cyber Monday ajánlat, és vélhetően rossz árat biggyeztettek ide a második ajánlatnak. Ezt mondom azoknak, hogyha ezt nem fogják javítani, akkor ez azért értelemszerűen egy hibás ajánlat, és nagyon-nagyon jónak mondható, úgyhogy ezt bekerítve úgy döntöttem, hogy most kipörgetem Hellt és Perseust. És hogyha már ez így alakult, akkor rögtön meg is nézzük ezt a kettő kosztümöt. De mondani se kell, hogy nagyon-nagyon imbák. Ugye Hell esetében 300%-os sebzést oszt ki minden ellenfélre. Ugye alapállapotában ez 1500%-os sebzést jelent, míg az alap verzió 315, meg kisebb sebzés szomszédokra azért mindegy 630. Még egyszer mondom, 630%-os sebzés kontra 1500, hogyha mindenkire érvényesül ez a sztori. Úgyhogy nagyon durva, és második képessége kép pedig Onatel képességét fogja tudni, vagy tudja ez a Hell kosztüm. Ami azt jelenti, hogy Caster Sigil is a man of all enemies, minden ellenfélre 4 körig rádobja ezt a debuffot, és körönként lopja az ellenfél manáját, amit az ellenfél generálna. Ezek eltávolíthatatlanok, mármint hogy ez a debuff, akár csak Onatelnél, viszont ugye, amennyiben meghal Hell, akkor eltűnik ez a debuff. Extra sebzést oszt ki a Szent Holy sárga karakterekre, az azt jelenti, hogy az ellenfél sárga karakteri ellen ez nem 300-as sebzés lesz, 300%, hanem hát tulajdonképpen ilyen 40%-ra én emlékszek, és hogyha 40%-ról beszélünk, akkor 4×320, akkor mindegy olyan 420% körül sebzést sárgákra kitolhat. Ez kimondottan hasznos lehet azon ellenfelek ellen, ahol mondjuk van 2 panther, 3 sárga, egy risz, vagy 2-en, ugye van több ilyen defense mostanság, ott nagyon-nagyon durván erős Hell. Ne feledjük el, hogy itt már van ez a family bónusz, ami nem elhanyagolható kosztüm bónusz úgy szintén, hogy a múltkor kiegészítették a játékot ezzel a max talent és limit break-kel is, lásd a karaktereknek az attribútumait, úgyhogy hát így néz ki, hogyha max talent és LB-zve is van ez a Hell kosztüm, és hogy emellett plusz 15% támadás, plusz 15% defense 6 kör erejéig, ez pedig a link, az elemental link. Úgyhogy nagyon-nagyon erős, hát nekem megvan Hell, maxon is van ráadásul, simán tudnék neki adni talenteket is, úgyhogy ez egy óriási nagy fogás lenne, hogyha jönne kosztüm formájában. És nézzük, Perseus mit tud, hát ez pedig egészen beteg. Szóval Perseus paladin talentből átkerült fighter talentbe, hát ugye ez az egyik legerősebb osztály, 305%-os sebzést oszt ki 3 ellenfélnek. Úgyhogy ez is jócskán mintegy meg háromszorozza a sebzését, a maga egészen nevetséges 355% egy ellenfél helyett, immár 915-ot oszt ki 3-ra. Target a nearby enemies. Egyébként az is nagyon durva, hogy 3 ellenfélnél, ugyancsak a sima verziójában, hogy nem tudod healelni az ellenfelet, mert 100%-kal veszi le a heal lehetőségét. Itt is 100%-kal leveszi, de az eltalált 3 ellenfélnek, úgyhogy így azért ez is eléggé durvának mondható. Nem lehet eltávolítani ezt a képességet. Így van, simánál sem egyébként. Az ellenfél és szomszédai 68% defense down szenved, elemental defense down szenvednek el 4 kör erejéig. 68%-ot! Te atya úristen! Hát ezzel olyan szint, mondjuk a kék amúgy is a legdurvább titán szín a mikiseknek, nagy valószínűség szerint. Na de ezzel, hogy nem mínusz 54, mínusz 68, az ám komoly különbség, hát ez igazán eszméletlen, hogy mit rá lehet majd csapni a titánokra, de hát ez nyilván ez a kisebb jó, vagy kisebb haszon, hiszen azt gondolom egy top csapat környékén már unja is azt, hogy nem lehet rendesen ütni a titánt, mert nem marad mindenkinek. Viszont eventeken, eseményeken ez a mínusz 68, 3 ellenfélre, vagy ez a, hát valószínűleg ez most így per pillanat a legbrutálabb elemental defense down-os karakter lett, ez a Perseus kosztüm.
eszméletlen. Nyilván Frida is jó volt, de hát összehasonlíthatatlan, kettő perc az gyorsabb, és ez a mínusz 68, ez bődületesen nagy mínusz. Elemental linkje pedig plusz 10% mana generation-t ad. Úgyhogy ez a kettő új karakter, és akkor őket most úgy döntöttem, hogy kipörgetem. Még egyszer mondom, ez a Cyber ajánlat, ez most így eléggé szimpatikus lehet sokaknak. Nem tudom, hogy javítsák-e közben, vagy javítani fogják, de ennek minimum az a 11-12 eurós ajánlatnak kellett volna lenni, nem pedig 5,99-esnek. És akkor nézzük, hajrá, boss is, neked is. Klánban így elhangzott, hogy valamikor egyszerre pörgettük ki Hell, sima Hellt anno, annak idején. Versusza mondjuk nincs, hát mondjuk akinek volt, az is gondolom, hogy kevesek maxolták őt. Teljesen értelmetlen volt maxolni, viszont most, hogyha jön, majd valakinek jönne, akkor hát szinte kötelezővé válik. Megvan, hogy mi a probléma. Így is van. Norvég. Tiburtus. Jobb, mint Prisca, ez már 4 csillagos. Nézzük, hogy mit dob a 50 palatalent. Az most mondjuk kifejezetten jól jön. Scarlett. Nem is tudom, melyiknek örülnék jobban. Hell kosztümnek ott az óriási nagy plusz, hogy már nem kell felhúzni. És Hellt azért nagyon nem is tudtam használni, már jó hosszú ideje. Ez nagyon pöpec lenne, hogyha csak elég lenne egy kosztümöt felhúzni. Oberon. Versus esetében mondjuk teleszkóp van, úgyhogy őt is maxolnám mindenféleképpen, de ez azért jóval hosszabb ideig tartana. Még egy Oberon. Gyerünk. Obakan. Te atya úristen. És természetesen Obakannak nincsen itt kosztümje. Obakan. És komolyan Obakan. Gyorsan áttesszük a nyelvet. Hát, ha tart ez a lendület. Obakan. Hát nem hiszem el. Mennyi százalékos esély van egyébként? Ez az 1%? Száz Sorcerer, az is nagyon jó a Sorcerer, ez pont az a kettő talent, amiből most hiány van. Paladin és Sorcerer. Újabb Prisca. Jaj. Obakan. Mennyivel jobb lett volna, hogyha Hell jő. És igazából a százalékos esélyt nagyjából ki is merítettem, ugye? Hát Oberont nagyon adja. Obakan. Még egy Tiburtus. Adja a lilát, csak nem azt, amit kéne. Igazából egy Greymaker kosztümnek is nagyon örültem volna. Jahangir. Gyerünk. Renfeld, még egy lila. Valamivel kevesebb talent. Milyen nyelvet választunk?
Egy ilyen spanyol. Nem, maradok a norvégnél, hát mégiscsak skandináv mitológiába toljuk. Miközben Obakán dupla kosztümmel, hogyha jött volna, akkor annak is azért eléggé tudtam volna örülni. Berden. Fogynak a koinok. Sárga. Ganju. Tájrom, hogy újabb lila, és újra nem hell. Újabb lila, újabb három csillagos Baltazár. Újabb Jahangir. Léci, adj már egy helt. Ulmer. Öt hátra. Öt pull hátra, piros. Ez sem Greymaker kosztüm. Elena. Hát nagyon-nagyon jó, köszönöm szépen. Szuper arányjal pörgettem, 37 pullból jött 2 5 csillagos, egy Obakan és egy Elena. Ilyenkor kerül az ember idegállapotba. Maunika. Mekkora egy jaj. Jaj, hogy nem mondjak csúnyát, igaz? Gazdagabbak lettünk egy Obakannal és egy Elenával. Ennyit neked, Tavern. Sziasztok!